Visszakerül Franciaországba a párizsi Bataclan áldozatoknak emléket állító Banksy kép. Júniusban találtak rá egy olaszországi tanyán, másfél évvel azután, hogy ellopták a francia fővárosból. A művet 2018-ban a koncertterem egyik oldalsó vízkijáratára festette a névtelenségbe burkolózó, világhírű brit művész. Ez az ajtó egy vérengzés tanúja. Sokan távoztak ezen a vízkijáraton, és ők megmenekültek. Az ajtónak hála tehát sokan túlélték. 90 ember azonban meghalt a mészárlásban. A hivatalos jelentés szerint tavaly januárban kapucnis emberek sarokcsiszolóval lopták el a képet. Néhány hete több embert is őrizetbe vettek Franciaországban az üggyel kapcsolatban. A festmény hazaszállításának időpontjáról és körülményeiről egyelőre nem közöltek részleteket.